Sziasztok, a nevem Jerikó, ez pedig egy újabb World of Tanks konzolos tank bemutató. A mai kiszemelt áldozat nem más, mint a Tier 7-es amerikai TD, a T25/2-es. Nos, annó én elkezdtem ezt az ágat, viszont a Hellcat után én félbehagytam, most viszont megvettem a T25/2-t, és ezt a tankot szeretném most bemutatni, és innen fogom végig mutogatni egész E4-ig, ugye ő a kiszemelt áldozat. A tankról annyit, hogy ugye nem stokkos, ez már toppos, viszont kettő darab csomagot lehet kifejleszteni, én a Tier 8-os ágyús csomagot használom, úgyhogy eznek az értékeivel fogom bemutatni. 56 kilométerre képes menni, én kicsit kevesellem, mármint kevesebbnek érződik, de még így is lehet használni. 850 HP-nk van, ami valljuk be Tier 9-ben nagyon kevés, viszont így saját Tier-be meg a 8-asok közt el van. 76 mm-es frontunk van, úgyhogy abszolút nem vagyunk páncélozottak, egy könnyed TD-ről beszélünk, a tornyunk se acélos 18 mm, viszont ez csalóka, mert van egy hatalmas nagy lövegpajzsunk, ami viszont képes pattintani, úgyhogy ezzel lehet tornyozni. Az ágyú az nagyon pöpec, 380 méter látótávunk van, amivel jó messzire is ellátunk saját magunk, tehát nem igénylünk különösebb light támogatást. Az ágyunk 0,36 pontos, én szerintem ennél pontosabb, mert nagy távolságból is mindenkit eltalál, ha be vagyunk szűkülve. 1,7 szekke szűkülést ír, szerintem ez nem igaz. Bőven várni kell a szűkülésre, de ha beszűkül, mint mondtam, bármekkora távolságból hatékony, 47 darab lőszerünk van, ami 7,7 szekkes töltésidővel nem fogyunk ki, legalábbis eddig még nem fogytam ki. Nem sok csatám van vele, viszont nem is lesz sok, mert iszonyatosan lehet ugye most XP-t gyűjteni, úgyhogy pillanatok arra meg lesz a Tier 8-as T28. Az alapátütésünk 190, a prémium lőszerünk 268, és 240-ekkel pötyögünk, ami azt mondom, hogy hát saját Tierben ott hagyja a nyomát, viszont 9-esben lehet, hogy körben nevetnek, úgyhogy óvatosan kell vele mazsolázni. Nos, hát a tankról ennyit, a pálya Pilzen. Nos, hát városban nem fogjuk vinni egyértelmű ugye ezt a puha testet, hanem ki fogjuk vinni, és mint mondtam, dombozni fogunk. Nagyon jó gándepünk van, meg egy nagyon jó ágyunk, és megpróbálunk úgy érvényesülni. Saját tiert kaptunk, plusz még van egy-két ötös, meg ugye hatosok. Úgyhogy elméletileg nagy baj nem érhet minket, ha ügyesen játszunk. Mint mondtam, a testet el kell dugni, a toronyra hiába van 18 mm írva, mint mondtam, a lövegpajzsra azért lehet támaszkodni. El is indítjuk a csatát. Elég lassan lassulunk fel, sőt én ezt az 56 kilométert én nem is nagyon érzékelem, de lényegtelen felveszünk valami fix pozíciót, és akkor onnantól kezdve, ha minden jól megy, tudunk is sebezni. Azt sem mondhatnám, hogy egy hű, de gyors test és toronyforgás van, ezt meg kell szokni, ezért kell vele folyamatosan menni és játszani, mert na, ez azért nem egy med, és nem is egy heavy. Már is kinézek Churchill 7. Lőttem neki egy kritikust. Egy másik Churchill 7. Ő viszont éppen menekülni készül, viszont kint van nyílt terepen. Így elméletileg olyan nagy problémát nem okoz eltalálni, mint mondtam, az ágyú. Az nagyon jó, 265-tel büntettem, itt viszont leesett a spot róla. Semmi baj, próbáljuk követni. Hát itt előttem az oszlopot. Gondoltam, abból is hátra szedek ki egy kis damage-t, de nem sikerült. Fent érkezik egy Skoda T25, ugye táras, kapott 275-öt. És már kiszedték, nagyon bután csinálta, oda nem kellett volna felmennie. Oké, hogy táras, de nem mindenható. Emit viszont szépen átkezdik tolni a heavy-k. Ugye elég sok heavy van. Ami nekünk annyiból jó, hogy ugye egyértelmű, hogy a város felől fognak jönni. Viszont most kérdés, hogy a mi csapatunk az mennyire életképes. KV-1-es. Kicsit megmozgatjuk. Ugye épp csak az ágyút hagyom kint. Hát itt éppen lepattantam. Ott a Churchill 7, próbálom előni, de visszavonul.
Van 4 bevitt találatom, és ennyi, viszont itt már hullanak az emberek ugye a városnál. Kimerészkedek, viszont az LKV-t nem tudtam meglőni, ugye azért kapáslövésre nem számíthatunk, hiába ír 1,7 szűkülést. Valahogy az nem érződik, tehát sokkal több, az abba biztos vagyok. Úgyhogy erre oda kell figyelni. T-29-es megpróbáltam meglőni. Egyértelmű, hogy őnek az ágyúját el kell kerülni, mert elég combos. Sőt, ha ügyesen játszik, akkor a toronyból az életben nem sebzik meg. Legalábbis én ebből a szögből. Megpróbál kijönni. Krak Panther. Lepattantam nagyon érdekes módon. Ez kicsit vicces. De semmi baj, próbáljuk kijavítani a hibát. Maga az első kihat, de itt LKV, viszont ő is pont rám néz, és nem kockáztatom meg, tehát ezt azért mérlegelni kell, hogy nem vagyunk egy hülye páncélozottak, főleg nem úgy, ha kitesszük a testet, viszont mégis láttam, hogy fordul el, meg akartam lőni, viszont már visszavonult. Hát oldalt a várost elvesztettük, mint látható a térképen. P43 ter. Hibázott, én viszont belelőttem egyet. T29-el kísérleteznék. Viszont ügyesen játszik, mert eltakarta. Viszont itt a Tigris 131-es, egy IS-2-es, meg egy Tigris P van elő a pont szembe velünk, és ők is tornyoznak. Én megpróbálok rájuk lőni, hát nem sikerül, úgyhogy teljesen vissza kell vonulnom és letenni a TD-nket torony magasságba. Elengedtem még egy lövést, az ágyút is szokni kell természetesen, viszont nincs vele baj. Ugye nagyon kicsi látszik ki, olyan, mint a parancsnoki kupola, meg ilyenek. Mint láthatjátok, azért fogja a lőszert, már is megbüntettük a az IS-2-t, ha jól láttam. Félre is húzódnak. Viszont félszemben a Tigris P-n rajta kell lenni. Ő kapott egy 201-eset. Ma már 9 bevit, egy kill. Az IS-2-t próbálom szugerálni 250. Kicsit megringatjuk. Csak annyira tolom ki a TD-t, hogy az ágyúm ott legyen. Hát itt lőttem egy kritikus. Viszont valaki elkezdte húzni a keppünket. Ennek nem örülök, de még nem indulok el. Bár másfél percről beszélünk, viszont hiába indulnák el, akkor itt elesne ez a rész. És úgy voltam vele, hogy inkább sebzek, aztán majd legfeljebb őket kiszedem, akkor rá elindulok a kepkőre, nincs messze. Nem, mint a sebességem volna rá. P43 ter. Hát ott éppen vagont fogott. 244, sőt az előbb is kiszedtem valakit. Méghozzá a Tigris 131-es lehetett, és most kiszedtem a P43 tert is. Van 3 killem, 15 bevitt, viszont azt észrevettem, hogy lejöttek a capről. Mivel 3 heavy van, így valószínű, hogy csak heavy állhat a capre, úgyhogy az idő kell, míg ide ér. IS-2-t átvonulóban még meg tudtam lőni. Lesekkeltem a T29-et. Kiszedtem, meg van a negyedik killem, visszahúzom, van még egy IS-2 plusz egy Churchill 1-es, na hát a Churchill 1-es nem vészes, már úgy beütés szempontjából, viszont jó DPM-je van. 235, oda is trekkeltem. Próbálom ott tartani trekken, azt hittem, hogy van még egy csapattársam, ezt nem figyeltem. És időközben elhalálozott. Hátul kaptam egy lövést, ezt én érzékeltem, hogy az IS-2 ide lőtt, tehát azt tudtam, hogy ha most kimegyek, nagy valószínűséggel majd kapok egy tarkó lövést. Hát körülbelül most töltheted be, és megpróbálok ránézni. Viszont úgy voltam vele, hogy a gyors DPM-est kell kiszedni, mert ő a nagyobb veszély. Mert az IS-2 az egy idő, míg ide ér, kettő pedig azért az ágyúja nem egy
vadorzó, meg van az ötödik killem, 20 bevitt, és már is fordulok vissza az IS-2-re. Most két variáció van. Vagy felém jön az IS-2, vagy elindult vissza a városba. Hát nekem az a jobb, ha ide jön, mert azért a városba csak ott a testem, nem az egy lövést kibírnék tőle, de többet nem. Viszont itt érdekes, nem húztam fel, úgyhogy nagy valószínűséggel elindult a város felé, úgyhogy lehetséges, hogy be kell mennem shoppingolni. Mint mondtam, az nem nagy öröm, mivel nincs armorom, tehát nincs prontom. Itt láttam, hogy kidőlt a fa, már is kézifék. Már is megyek vissza, és próbálom úgy tartani, vagy úgy elhelyezni a TD-met, hogy toronyból is lehetőleg vízszintesen állja, hogy még csak véletlen se tudjak mellé lőni. Hát egy lövésben nem fogom kiszedni, parancsnoki kupola, 2.35, ő viszont elhibázta, és innentől kezdve tudtam, hogy neki harangoztak. Megvan a 6. kill, 22 bevitt, ugye így megvan a Top Gun is, a József medál. Nos, hát azt mondom, menjünk vissza a garázsba, nézzük meg, mit alkottunk. Hát kicsit minuszoltunk, ugye pótellát mennyien használom, 4 skilles legénysége van, nincsenek agyon tápozva, plusz ugye az elejét prémlőszerrel lőttem, ezért mínusz 3000, de azt mondom, ilyen csatáért bármikor, még akár mínusz 30-at is fizetnék. 33.720 XP-t kerestem, mint mondtam, ez a legszörnyűbb az egészben, hogy olyan könnyű kihúzni egy 10-es tankot, hogy ezért tartott a 8-as, 9-es, 10-es tier is, hogy csak egy lövést tudnak, mert nem ismerik a mappot, stb. Pontosan azért, mert egy, ugye olyan gyorsan felmenett 10-es tierbe, hogy nincs mappismeret, 2, nincs skilles legénységű. És innen látszik, hogy tessék, hát egy csatára ilyen, de ilyen 14 ezreket szoktam, ez most kivételesen ilyen magas volt, de pillanatokat, tehát még megyek 3 csatát, és megvan a tier 8-as, aztán azt is megtolom, vannak boosterek, ugye most karácsonyra nagyon sok akció van, ilyen küldetés, és pillanatokat ki lehet rántani egy 10-es tier-t. És ez ennyiből vicces, meg jó, hogy így én haladok, de például egy kezdőjátékos, aki aztán felmegy tier 10-be, és pláne utána a csapatomra kerül, az annyira nem. Tehát volt 6 killem. 4698-at, kerekítsük, 4700-at sebeztem, hozzáteszük az asszisztot. Tehát 4700-at sebeztem 240-es alfával, 3 felderítés, hát volt 220 pattanom. A csapatmunka, hát igen. Sok olyan játékos van, akinek még lent kéne maradni. Maradjunk annyiba. Én azt mondom, hogy ez a TDTR7-ként brutálisan hozta a formát. Egyébként ahhoz képest, hogy nem mobilis, ahhoz képest, hogy nincs frontja. Toronyból nagyon szépen lehet dolgozni, nagyon jó ágyús ügyedésünk van, és iszonyatosan gyorsan száll ugye a prémlőszer, azért is használom nagyon szívesen azt, mert pillanatokat nagy távolságból odaér, és addig nem csellengel az enemy tankja a lövés elől. Úgyhogy lássuk, mit alkottunk. Dualist, nagy kaliber, sharpshooter, zúzó, ugye a tankmester, a Top Gun, és ennyi. Tehát a véleményem a TD-ről iszonyatosan fan, nagyon jól lehet használni, ha észre használja az ember. De hát ugye itt azért dolgozik az emberbe a med véna, tehát pontosan ezért is én toronyból dolgozok, tehát annyira nem érdekelt a úgymond a sebesség, de mindenkinek ajánlani tudom. Tehát eleve, ha visszamegyek a T67, utána a Hellcat, ez mind a kettő kiváló TD, jó mobilisak is, meg szerintem egy nagyon szerethető, most, hogy ugye elérkezett a T25/2, ez is brutálisan használható, sőt, voltam vele 9-es tierbe is, ott nem nagyon tudtam sebezni, talán 1100-at sebeztem, viszont ilyen 4200-at spotoltam össze, tehát ott direkt nem is mentem ki úgy a frontvonalra, hogy lőjek, hanem szépen fedezékbe vonultam. Én mentem előre, viszont elrejtettem a tankot, és onnantól kezdve az asszisztokat szedtem, tehát az is
ugyanúgy első osztály volt, meg nagyon jó kerestem is, tehát ott például nem lőttem, tehát ha 9-esbe kerülsz, ott azért cinkes, mert ott hiába teszed ki a tornyot, ott átlövik úgy, mint a szél, viszont ott a 380-as látótávval, plusz még ugye távcsövet használok, töltésgyorsítót, meg célzásgyorsítót, ugye erre ventilátort nem tudsz tenni, ezért töltés, célzás és távcső, legalábbis nekem ez vált be, lehet is vele dolgozni, úgyhogy egy nagyon szerethető téléről beszélünk. Ugye én az E4-re vagyok kíváncsi, érzésem szerint nagyon menni fog vele a játék, aztán majd kiderül, viszont így végig fogom mutatni akkor ezt az ágat, legfeljebb majd visszamegyek a Hellcatre is, ha elértem az E4-et, és akkor ugye Tier 5-től bemutatom, aztán majd jövőre úgyis keresünk új ágat, amit húzok, és akkor azt is ugyanígy végigmutogatom, mint ebbe az évbe, amit eddig is csináltam, ugye az olaszok, stb. Amcsik, a németek, tehát így majd szépen mindegyikről készítek videót, persze menni kell velük jó pár csatát, hogy azért észrevegyem. Tehát modulérzékenység, meg ilyeneket, tehát nem tapasztaltam, mivel nem hagyom, hogy a testét lőjék, tehát ezt így nem mondhatnám gázosnak. Nos, hát ő lett volna a Tier 7-es amerikai TD, a T-25x2-es. Hát szerintem a tank az megmutatta minden báját, az ágyútól kezdve minden, tehát iszonyatosan lehet vele aprítani, és azért Tier 7-es TD-ként, úgyhogy 240-eket pötyöksz, a 4700 sebzés szerintem kiváló. És nagyon jó csatákat lehet, kényelmesen lehet vele dolgozni, úgyhogy csak ajánlani tudom. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem hasznos volt ez a tankbemutató is, hamarosan találkozunk valamilyen formában. Jerikó voltam, sziasztok!